Mindenki túlórazik szerintem. Az egész világon mindenki. Megvannak ugye a munkaóra keretek, hogy mit tudom, 8-4-ig, 9-5-ig, vagy reggel 6-2-ig, de az én szakmámban ilyen nem létezik. Gimpel Ákos amellett, hogy egyetemista, két munkahelye is van. Egy újvidéki klub programszervezői teendőit vállalta magára, de fénytechnikusként is találkozhatunk vele. Nem tudja meghatározni, hogy naponta mennyit dolgozik, de a legtöbb munka ünnepnapokon van. Nem bánja, hogy sok a dolga. Magamat ismerve, hogyha nincs munka, hogyha én, nekem van időm otthon ülni órák hosszát, akkor nem vagyok produktív. Tehát akkor nem megy se a tanulás, se az egyik, se a másik munka. De hogyha tele vagyok munkával, akkor valahogy az időbeosztásom olyan, hogy mindent érkezek pontosan időben úgy megcsinálni, ahogy én szeretném. A május 1-e még mindig munkaszüneti nap, de nagyban változott a jelentése. Ma már nem sokan gondolunk a munkás jogokra, amikor piknikezni megyünk a szabadba. Véli Palusek Erik, szociológus. Hát tudjuk, hogy a kommunista időkben ugye nagy fölvonulások voltak május 1-én, sör, vésl, stb. Ugye ma már ez inkább egy ilyen családi ünnep, a május 1-e. Tehát sokkal inkább egy családi, vagy egy ilyen közösségi ünnep, inkább úgy mondom, közösségi ünnep, hogy összejönnek az emberek, családok, barátok, és közösen piknikelnek, főznek, sütnek, kimennek a természetbe, a szabadba. A május 1-ének piacgazdasági aspektusai is vannak. A kapitalizmus megtanult profitálni az előző rendszerek hagyatékából, és a hosszú hétvége, valamint az ilyen ünnepekre épülő ipari szórakoztatás jelentős bevételeket hoz az államnak.